Július 23-án vasárnap tartják az ünnepélyes megnyitóját Győrben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak, amelynek programjában a röplabda is szerepel. Házigazdaként mindkét magyar válogatott részt vesz a megmérettetésen. A lányoknál a Fátum Nyíregyháza két fiatal játékosa is helyet kapott a keretben. Nagyon fontos megerősítése a nyíregyházi röplabdázásnak, hogy nem csak felnőtt szinten vagyunk eredményesek, hanem idén ugye minden korosztályban bejutottunk az országos döntőbe. Nyilván ez is az oka annak, hogy az EIOF-on két játékosunk is szerepel. Az egyikük igaz, egy friss igazolás, ugye a Vasasból érkezett a Kotor Máréka, viszont Kundrák Eszter évek óta itt játszik nálunk, és hát azt remélem és azt is gondolom, hogy ők erősségei lesznek a magyaroknak. Arról nem is beszélve, hogy az EIOF-nak az egyik arca, a Kotor Máréka, látjuk a plakátokon. Ez is nagy büszkeség. A Fátum két játékosa mellett még a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlásából Papp Dorka is bekerült a végleges keretbe, így ő is ott lehet Győrben. A lányok három csoportmérkőzést vívnak, július 24-én Szerbia, 25-én Oroszország, 26-án pedig Szlovénia legjobbjai lesznek a magyar válogatott ellenfelei. A csoportból az első kettő küzdhet tovább a végső győzelemért, a harmadik és negyedik pedig az ötödik-nyolcadik helyet játszhat.